Érkeznek a gyerekek a várjátékok nyitó előadására. A program idén egy klasszikus mese, a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című darabbal indult, melynek főszerepét a gyermekszínészként egy ország által megismert Kovács Róbert játszotta. A gyereknek nyilván nagyon jó a fantáziája, tehát ha én kijönnék fekete farmerba és pólóba, mint színész, egy idő után el tudnám velük valahogy fogadtatni, hogy én egy kiskakas vagyok. De egy mesejáték, én szerintem nem erről kell, hogy szóljon. Tehát ugye a színpadon is látszik, hogy azért nagyjából mi megpróbáljuk visszahozni az isztambuli vagy konstantinápolyi palotának a hangulatát, gyönyörű szép jelmezek vannak, a szultánnak is egy autentikus kaftánja lesz, a turbán, tehát látványos, és a kiskakas is a legkiskakasosabban próbál ahhoz kinézni, hogy a gyerekek visszakapják azt, amit a mesekönyvben láttak. Az idei várjátékok sem csak a gyerekeknek kínál előadásokat, a Várszínházi estéken két komolyabb darabbal készülnek a szervezők. Lesz egy színház komédia előadásunk 16-án, Koltai Róbert rendezésében, tényleg ismert, főleg sorozatszínészek játszanak a produkcióban, Farkasházi Réka, Ábrahám Edith, Santus Barbara, tehát aki szereti a tévét, az biztos, hogy ismerni fogja ezeket a színésznőket, színészeket, illetve lesz egy Ajtó című Szabó Magda könyvéből írt Ajtó adaptáció 13-án, Hegyi Barbara főszereplésével. Az ifjúsági szekció július 21-én indul a Pince Színház Gyermekrablás a Palánk utcában című darabjával, melyet hat estén láthat a közönség.